A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint a rezsicsökkentés nagy vesztesei azok a háztartások, amelyek kizárólag fával fűtenek. Sőt, ennél is rosszabb a helyzet, hiszen a kizárólag fafűtésre alkalmas háztartások teljes mértékben kimaradtak a rezsicsökkentésből. Éppen ezért az ő érdekükben a Mi Hazánk mozgalom a következő javaslatokat teszi. Első és legfontosabb javaslatunk, hogy teljes mértékben áfamentessé kellene tenni a tűzifát. Ez a rezsicsökkentés terheinek elenyésző hányadát, eddigi terheinek elenyésző hányadát jelenteni. A magyar költségvetésben egy kerekítési hibahatártól is kisebb összeget vagy nagyságrendet jelent, ugyanakkor a fával fűtő háztartások számára egy óriási segítséggel lenne egyenértékű, hiszen hogyha egy átlagos méretű és sajnos rendszerint rossz hőszigetelésű, korszerűtlen vidéki házat nézünk, akkor azt látjuk, hogy minimum 100 mázsa tűzifa egy fűtési szezonban a fűtőanyag szükséglet, a jelenlegi jó minőségű tűzifárakat tekintve ez pedig minimum 300 ezer forintos költséget jelent egy fűtési szezonban egy háztartásra, de hangsúlyozom, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak ezek a legszerényebb számításai, egy átlagosnál kicsiben hidegebb télen ez a költség megközelítheti akár, ez a pluszköltség akár a 500 000 forintot is. Ugyanakkor nem állhatunk meg kizárólag az áfamentesség bevezetésénél, tovább kell menni és bővíteni kell a jogosultak körét. A Mi Hazánk mozgalom erre az esetkörre azt javasolja, hogy a nagycsaládosok részesüljenek minél szélesebb körben, adott esetben plusz támogatásokból vagy plusz előnyökből is, de kizárólag azok a nagycsaládosok, akik munkahelyel és munkajövedelemmel rendelkeznek, tehát a Mi Hazánk mozgalom most is azokon az embereken és azokon a magyar családokon kíván segíteni, akik a saját sorsuk jobbrafordítása érdekében maguk is hajlandók cselekedni és érdemi munkát végezni. Azokon nem kívánunk segíteni, akik a közösségi költségvetési erőforrásokra rátelepedve parazitaként próbálják elszívni az értékes költségvetési pénzeket és költségvetési forrásokat. Továbbá önkormányzataink jó példával járnak elő, erre szólítjuk fel a többi önkormányzatot is, és például a jelentős számú közmunkás munkaerőt, az idős, egyedül élő, rendszerint rossz egészségi, fizikai állapotban lévő honfitársaink megsegítésére is lehetne használni, vagy alkalmazni olyan módon, hogy idős, egyedül élő, egyedülálló embereknek a háztartásával, az udvarára segítenének az önkormányzatok beszállítani a tűzifát, segítenének a tűzifa felkészítésében, feldarabolásában, illetve csapadékvédett helyre történő beszállításában. Ez talán még az anyagi segítségtől is többet jelentene ezeknek az idős embereknek. És végül, de nem utolsó sorban, a Mi Hazánk mozgalom ifjúsági tagozata, a Mi Hazánk ifjai egy országos akciósorozatot indítanak, országgyűlési képviselők hatékony és fizikai közreműködésével, és magunk is jó példát bemutatva igyekszünk az előbb említett módon a Mi Hazánk ifjainak segítségével segíteni több településen, a lehető legtöbb településen idős rászorult egyedül élő honfitársainkon.